bele se férnek. Román Peti, iroda! Román Peti, iroda! Engedjétek meg, hogy amíg a bírók összeszámolják a pontokat és kiégetik az eredményt, addig a Egerhomba és Sportegyesület Tárcsi szakosztály nevében köszöntsek minden részről. Tárcsi boxing. És engedjétek meg, hogy egy rövid önvédelmi technikával, egy négy technikával kedveskedjünk nektek. A lezárás az lenne, hogy én Faragó Pisti barátommal szép lassan bemutatom a technikát, és Gyula Elemente, Nagy Ritanna, Kozma Ádám és Tüzi Matyi pedig utána egy kicsit gyorsabban be fogják mutatni, hogy rendes sebessége, hogy is néz ki ez a technika. Jó, és akkor elkezdeni. Jó, úgy próbálja megcsinálni, hogy először szemből támadás, oldalról jövő két támadás és hátsó támadás ellen. Hogyan is kellene tevékenykedni. Nézzük először a szemből jövő támadásokat. Mit csinálunk akkor, amikor szemből valaki nyakon vagy elkezd fordogatni. Hát, hogy oldja a fogást, kapok egy fogást, egy ütést is, még egy ütést, és levisz a földre. Ez is a tájcsi. Annyira nem kötlek? Hozzád tartom. Nem. Hát attól függ, hogy olyan nézed, de hogyha a maga a tájcsi elemeit nézed meg, akkor mindent láthatod benne. Igaz? Jó, és akkor készüljük a lehetőség a végrehajtására. Fogás! És rajta! Jó, akkor a második technika. Egy oldalon ül támadás ellen. Rögzítjük az ellenfélnek a kezét, kap egy rúgást, és a fontosabb fúj, jön a combogás, egy-kettő, lelőjük, és jön a támadás vissza. Akkor nézzük meg, hogy hogyan történik ez rendes sebességgel, fogás, és rajta. Pontja a technikát, látjátok. Jön egy támadás fejre, kivire, és befejezik. Ilyen fogáspontásból áll, ellenfelemnek a kibillentéséből, és egy befejező pontjából. Nézd meg, hogy néz ki ez, rendes sebesség. És akkor rajta. Kislány megtámad, és addig eljut, hogy kibontod, és fejem ütkönyökkel, akkor elfutok. Jó, akkor nézzük meg. Fogás.
Köszönöm szépen a figyelmet!